Sziasztok, a nevem Nina Rosenwald. Hogy mi volt számomra 2016 legjobb animéje? Elég szkeptikusan álltam hozzá ehhez az animéhez. Kicsit megrémített a több mint 700 részes felhozatal, ám rájöttem, hogy ez nem feltűnő a rengeteg poén és hülyeség miatt. Na de mégis miért ilyen népszerű egy olyan anime, ami a múlt században indult útjára? Lássuk az okokat! Egyrészt a világ, amiben játszódik, semmi máshoz nem hasonlítható. Másrészt a remek karakterek miatt. Harmadrészt a már említett humorforrás, ami még a legkomolyabb pillanatokban is jelen van. Nos, lássuk ezt a fura világot. A One Piece egy kalózos anime, tehát a nagy része a tengeren játszódik. Négy nagy tenger van, East Blue, West Blue, North Blue és South Blue. Négy tengert két dolog választja el, a Red Line és a Grand Line. A Red Line egy vörös hegység, míg a Grand Line a világ legveszélyesebb tengere. Ide akar eljutni minden kalóz, mivel a világ végén ott a One Piece, a kalóz király Gold Roger összes kincse. Ebben a tengerek uralta világban vannak még démon gyümölcsök is. Ezek a gyümölcsök különleges képességet adnak az elfogyasztójuknak, de cserébe soha többé nem tudnak úszni. Ilyen gyümölcsök például láva gyümölcs, elefánt gyümölcs, itt a kard ette meg a gyümölcsöt, homokgyümölcs, lánggyümölcs, és még estig sorolhatnám. A sztori egyik hülyeségből a másikba vezet minket. Nem azt mondom, hogy nincs értelme a sztorinak, de akar egy-két olyan érdekesség, amire azt lehet mondani, hogy közde elég volt. Most lássuk a 9 főkolompost, akik végig kalauzolnak ebben a lehetetlen világban. Luffy, a kapitány, egy igen élénk fiú, aki azzal a céllal vág neki a tengernek, hogy ő lesz a következő kalóz király. Persze ez normális hajó és legénység nélkül teszi. Luffy kiskorában megette a gumigyümölcsöt, tehát gumiember lett, aki bármelyik testrészét képes megnyújtani. Jó barátságot ápol Shanks-szal, aki Roger hajóján szolgált. Tőle kapta Luffy a szalmakalapját, ami az anime szimbólumává vált. Mivel nincs legénysége, Luffy úgy döntött, mielőtt elindulna a Grand Line-na, szerez magának egyet. Első társa Zoro, a kardforgató, aki három kardot használ. Nagyjából azon az értelmi szinten van, mint Luffy, de ő még elég gyakran el is szokott tévedni. Ezzel rengeteget poénkodnak Luffyék, meg hát úgy mindenki. De komolyan képes az egyenes úton is eltévedni. A csapat harmadik tagja Nami, és nem erre a Namira gondoltam. Ő a csapat navigátora, akinek az álma, hogy megrajzolja a világtérképet. A két női csapattag közül ő szokta nevelni a fiúkat. だろうな。最後にはマジ中のやつらがいっぱい集まってきてよ。
Thanos katana! Jó színész és remek tolva is egyben. Ezen tulajdonságok alapján kapta a tolvajmacska becenevet. A negyedik tag Usopp. Nagy hazudós és örök pesszimista. Ő a csapat mesterlövésze. Elején ő volt számomra a legidegesítőbb karakter, de utána már csak nevetni tudtam rajta. A csapat Usopp barátjától kapták az első hajójukat, a Going Merit. A csapat negyedik tagja Sanji. Ő a hajó szakácsa. Egy igazi úriember, aki minden útjába kerülő nőnek csapja a szelet. Natsukashii na, Shabondi. Tsui ni modotta ze. Veszekedései Zoróval már visszatérő elemmé vált az animében. Az ötödik tag teljes nevén Tony Tony Chopper. Ő egy kékorú rénszarvas, aki megette az embergyümölcsöt. Igaz, hogy milyen cuki? Hát így már annyira nem. Ő a hajó orvosa is egyben. Hatodikként csatlakozott Robin. Ő a csapat másik női tagja. Elég csendes, inkább a háttérből figyeli az eseményeket. Ő a hajó archeológusa, az egyetlen élő személy, aki el tudja olvasni a póneglifeknek nevezett írásokat. A hetedik tag, Franky, a kiborg, aki a hajó ácsa. Ő építette a csapat második hajóját, a Sunnyt. Az utolsó tag, Brook. Ő egy éneklő két lábon járó csontváz, eléggé fura szokásokkal. Watashi, bizinyi mega nain desu! Az anime poénjai egy idő után klisésé válnak, de mindig vannak újabbak és újabbak, amik szórakoztatják a nézőt. Shinso. Shoso. Kakoryu. Moguru. Jakajan. Shigina kaiyu ga aru tte wake da na. Chutto mo rikai shite nai desho, anta tachi! Személy szerint én ezért lettem rajongója a sorozatnak. A rengeteg humor segített kiheverni a suli évvégi hajráját, és megszínesítette a nyaramat. Számomra ezért lett 2016 legjobb animéje. Hát ennyi lett volna a kritika, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!